Az 1956-os eseményeket mutatja be a hét tabló, amelyek a belvárosban a Városház téren kaptak helyet. A történészek bevonásával készült plakátok, fotókkal és korabeli leírásokkal, kutatási eredményekkel ismertetik az akkori történéseket. Az egyik kifejezetten a székesfehérvári eseményekre fókuszál. A célunk az az volt vele, hogy a járókelők számára, a hétköznapi, az utcát járó lakosság számára egy történelmi edukációt tudjunk végezni, szép, látványos, grafikákkal, képekkel illusztrált tablókiállítás keretében, ami helyre tudja tenni azokat a téves információkat az 56-os eseményekkel és szellemiséggel kapcsolatban, amik a mai napig sajnos keringenek a köztudatban. A tablók nem először járnak Székesfehérváron, ugyanis egy vándorkiállítás darabjai. A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület támogatta a plakátok újranyomását, hogy a tárlat méltó formájában érkezhessen ismét városunkba. Egészen a II. Világháború végétől bemutatja azt, hogy hogy jutottunk el 56-ig, és 56 fehérvári eseményével zárul ez a 7 darab tabló, ennek az újranyomását támogatta az Egyesületünk, és azért tartom nagyon fontosnak ebben a formában is megjelenteni 56 szellemiségét, hiszen ma már annyi információt kapunk az interneten, legtöbben onnét tájékozódnak, hogy mindenen csak átpörgetünk, és ez, hogy tabló formában ki tud kerülni a város főterére, és a járókelők jönnek, el tudják olvasni, mi történt vizuálisan, gyerekek, idősebbek is. Azt gondolom, hogy ez jobban belé rúgzul, mint a számtalan információ, ami kering. A szervezők szerint a szabadtéri tárlatot minden korosztálynak érdemes megtekinteni. A hét tablóból álló kiállítás november 4-ig látható a belvárosban a Városház téren.